Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. február 27-én este 7:30-tól. Ambrus Lajos lett az új vezető. Megbízott parancsnokként február 1-től kerül a kalocsai fegyház és börtön élére. Minimál bér és ügyfélkapu. Új irányok a mezőgazdasági adózásban. Kalocsai sikerek. Hétvégén rendezték meg az ergométeres országos bajnokságot. Dr. Tanács Eszter tíme a börtön parancsnokot, Ambrus Lajos, BV alezredes és főtanácsos váltotta a kalocsai fegyház és börtön élén. Február 1-től megbízott parancsnokként vezetheti az intézményt. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet lett a korábbi kalocsai vezető új székhelye. Így kerülhetett a hónap elején Kalocsára Ambrus Lajos. Az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben kezdődött pályafutása, 1992-ben szerelt fel. A rendőrtiszti főiskola befejezése után került tiszti beosztásba. Dolgozott biztonsági tisztként, majd vezetőnevelőként. 2008-ban a Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben először megbízott, majd 2010-től kinevezett parancsnok helyettesi beosztásban dolgozott. 2012. májusában lett az Állampusztai Országos Büntetés Végrehajtási Intézet Solti objektumának kinevezett parancsnoka. Február 1-től vezetheti megbízott parancsnokként a kalocsai intézményt. Bemutatkozó látogatáson kedden járt dr. Bánit József polgármesternél. Új irányokat hozott 2019 a mezőgazdasági adózásban. Emelkedett a minimálbér, melyet a gazdáknak is alkalmazniuk kell, továbbá a támogatások elszámolásában és az őstermelői igazolványok kapcsán is életbe léptek új szabályok. Mint ahogy arról már beszámoltunk, január 11-én lépett életbe az új földtörvény. Kardinális változásokat hozott az új esztendő a mezőgazdasági jogban, mely mellett az adózásban is történtek újítások. Egyik legjelentősebb a minimálbér emelése volt, melyet a gazdáknak is figyelembe kell venniük. Új minimálbér került meghatározásra 19. január 1-től, és hogy ezt a gazdák megfelelően alkalmazzák-e. Ezt most a NAV 2019. február 1-től szektor függetlenül ellenőrzi. Továbbá a támogatások elszámolásával kapcsolatban is több szabály megváltozott. A vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó kiírásoknál, nyújtott támogatásoknál már nem szigorú számla alapú elszámolás történik, hanem ha az adott tevékenység megvalósul a gazdálkodónál vagy a vállalkozásnál, akkor már felhasználtnak kell tekinteni az támogatást, és erre vonatkozóan jelent meg adó jogszabálymódosítás, hogy ezeket a támogatásokat is ugyanúgy kell elszámolni, mint a fejlesztési költségfedezetek céljára adott támogatásokat. Mint minden évben, idén is változik az őstermelők adózása. Fontos figyelemmel követni az őstermelői igazolványok lejárati dátumát, továbbá az értékesítési betétlapok érvényességét is. A 4 millió forintos értékesítési bevételt meg nem haladó összegű értékesítés esetén egy nemleges nyilatkozatot adhat az őstermelő. Ebben az esetben nyilatkozik, hogy rendelkezik az értékesítési bevétel plusz a kapott támogatások összegére jutóan 20%-ot kitevő költségszámlával, és ebbe a költségszámlákba most már 19. január 1-től nem csak a kifejezett számlás költségek tartoznak bele, hanem a bérként, járulékként megfizetett adók is ide tartoznak, és hiába nem számlás költségek. Az adószakértő felhívta a figyelmet a cégkapu, illetve az ügyfélkapu használatára is. A jövőben az őstermelők és az egyéni vállalkozók is számíthatnak adó ellenőrzésre, mely bevallásokat kizárólag elektronikus úton tehetik meg. A szakértő megfogalmazása szerint célszerű az elektronikus postaládát is minden nap ellenőrizni. Február 22-én ünnepeljük a Magyar Parasport Napját, immáron második alkalommal, melynek okán országszerte érzékenyítő programokat tartanak. Idén a Dózsa-György Szakközépiskola is csatlakozott a programhoz. Ülőröplabda, vakfutás, akadályverseny. Ilyen és ehhez hasonló programokon vehettek részt a Dózsa Középiskola 9. évfolyamos diákjai a Parasport Napja alkalmából. Ennek napját második alkalommal ünnepeljük hazánkban. Ekkor országszerte érzékenyítő programokat tartanak a tanulóknak, kipróbálhatják, milyen fogyatékkal élőként sportolni. Most a Kossuth utcai sportcsarnokban, a Magyar Parasport napján, úgymond fogyatékos gyerekekkel nagyon-nagyon speciális tornaórán vesznek részt közösen.
Ezeken a feladatokon együttműködnek azokkal az általános iskolás gyerekekkel, akik a Nebuló iskolába járnak, és még plusz nehezítések vannak, csak hogy egy példát mondjuk bekötött szemmel egymást segítve kell végigmenni egy akadálypályán, ezáltal például a teljes látásvesztést tudjuk szimulálni a gyerekeknek. A Parasport napján a rendhagyó testnevelés óra mellett a Dózsás 9. osztályosoknak a Nebuló iskola igazgatója tartott érzékenyítő órát. A gyerekek a nap leforgását követően majd közösen megbeszélik egy osztályfőnöki óra keretében a nap tapasztalatait. Nagyon fontos, hogy azok, akik nem élnek semmilyen fogyatékossággal, minél jobban, minél inkább legyenek érzékenyítve, és ezáltal legyenek toleránsabbak, elfogadóbbak a fogyatékkal élő társaikkal szemben. Nagyon fontos a gyerekeket már egészen kicsiként megtanítani arra, hogy attól, hogy egy embertársunk más, még nem szabad tőle elfordulni, segíteni kell rajtuk. Ezért az országos programokon már az óvodásokat is érzékenyítették. A Nebulóban a mostani alkalommal, ahogy a háttérben is látszik, általános és középiskolások dolgoztak együtt. Olyan feladatokat találtak ki a kollégák, ahol a gyerekek érzékenyítve vannak ezekre a sérülésekre, és megtapasztalhatják, hogy milyen egy látássérültként feladatot végezni, illetve a látássérült embereket miként lehet segíteni. Ezért vannak így párban a gyerekek, hogy megtanulják azt is, hogy hogyan lehet segíteni esetleg ilyen feladatokban. Az iskola nem először tart társadalmi érzékenyítő programot más intézménnyel karöltve. Az oktatók szerint a hasonló rendezvények nagy jelentőséggel bírnak, és hosszabb távon nagy mértékben elősegítik a gyerekekben az elfogadást. A farsangi szokások egyik nagy népszerűségnek örvendő eseménye a torkos csütörtök, amit idén is megtartanak a vendéglátóhelyek. Kalocsán február 28-án lehet kedvezményesen étkezni. Az egyházi naptár alapján március 6-ára esik az idén hanvazó szerda, így a torkos csütörtök hivatalos ideje március 7 lenne. 2006 óta van lehetőség arra, hogy még egy utolsó nagy étkezést megejtsenek az emberek a húsvéti böjt előtt. A központi szervezés időközben megszűnt, így vannak települések, akik március 7-én várják a vendégeket, mások egyénileg jelölnek ki egy időpontot. Itt Kalocsán már egy héttel hamarabb, február 28-án lehet válogatni az étlapokról. Már ha van szabad hely, ugyanis a jelentős kedvezménnyel járó akció miatt szinte pillanatok alatt elkapodják az asztalokat a vendégek. Van, ahol több turnus is lesz. Információink szerint két kalocsai étterem vesz részt ebben a programban. A torkos csütörtökhöz csatlakozó éttermek, kávézók, cukrászdák, sörözők ugyanis akár 50%-os kedvezményt is biztosítanak. Általában külön menüsorral készülnek az ilyen vacsorákra az éttermek, de olyan is lehetséges, hogy az egyébként is rendelhető ételekre vonatkozik ez a gasztronómiai akció. Máshol az italokra vagy az elvihető ételekre is kiterjesztik a kedvezményt. Érdemes ilyenkor új üzeket kipróbálni, amiket esetleg nem választanának az étlapról. Persze olyanok is vannak, akik maradnak a jól megszokott ételeknél. A felelőtlen túlszaporításnak az eredménye az volt, hogy az állattartó nem tudott túladni a kölykökön, így először a kedvenceket be akarta vinni a menhelyre, de mivel ott teltház van, így a legkegyetlenebb döntést hozta, és a kutyák a szemetes zsákban végezték. Sajnos ez az eset nemrég városunkban történt meg, az ügyet mostanra már a rendőrség vizsgálja. Egymás mellett sorakoznak az egykor még kedvencnek számító kölykutyák tetemei. Többek között ők lettek az áldozatai a felelőtlen túlszaporításnak. A fotókat a menhely a közösségi oldalon tette közzé, amely többféle reakciót váltott ki az emberekből. Sokan felháborodtak azon, hogy kikerültek bizonyos fényképek az oldalunkra. Sokan megértették, hogy miért teszünk mi ki ilyen fényképeket. Voltak, akik nem, meg azt mondták, hogy nem kellene. Itt konkrétan leölt kiskutyák fényképeiről beszélek, amikre nekünk nemet kellett mondanunk
tehát nem tudjuk őket fogadni. Mint korábban beszámoltunk róla, a kalocsai menhely folyamatosan túlterhelt, így egy ideje már nem tudnak befogadni új lakókat, és ez nem csak helyi szinten jellemző, hanem az országban általános állapot. Mi azt mondtuk, hogy nem tudjuk azonnal fogadni a kutyákat, rá pár óra hosszára ott a állati hullalerakóba végezték a kutyák 5 hónaposan. Azért raktuk ki ezeket a képeket, mert szeretnénk, hogyha látnák az emberek, hogy az ilyen-olyan cuki szívecskével lájkolt kis kutyák ezek hol fogják végezni. A megoldás egyértelműen az lenne, ha már a gazdák szaporítani akarják az ebeket, hogy gondoskodjanak a kölykök új otthonáról. Az utolsó utáni pillanat van, hogy elgondolkozzanak az emberek, hogy hova szeretnének még lehozni almokat, kinek kellenek már ezek a kutyák. De ha ő el is tudja osztogatni, mert mindig ez a kifogás, hogy én mindig találtam nekik gazdit, rendben van, akkor a nálunk lévő fog így járni. Már nem úgy, hogy mi megöljük, mert mi nem fogunk egy kutyát sem megölni, de semmilyen módszerre teszem hozzá. De valahol akkor a helyett, az újonnan megszületett kutya helyett meg fog valahol halni egy másik, és ezt tudomásul kell venni. A szakember elmondta, a másik szomorú tapasztalat az, hogy a meghirdetett ivartanítási akciókra is úgy kell toborozni a kutya tulajdonosokat. Az emberek nem élnek azzal a lehetőséggel, amellyel a házi kedvenceik tovább és egészségesebben élhetnének. Most hétvégén rendezték meg a 29. Magyar Evezős Ergométeres Országos Bajnokságot, amelyen a kalocsai Ese evezősei is részt vettek. Németh Zoltán versenyzői közül többen értek el dobogós helyezést, ketten pedig bajnokként tértek haza a megmérettetésről. Néhány nappal ezelőtt, február utolsó hétvégéjén Győrben rendezte meg a Magyar Evezős Szövetség az idei országos ergométeres bajnokságot, melyen városunkat a KSE versenyzői képviselték. Megmondom őszintén, nagy reményekkel mentünk az eredményeket látva itthon a felmérőkből. Bíztam benne, hogy ott is sikerül mindenkinek legalább azt meghúznia, mint itthon. Valamiért egy kicsit ritkább volt a levegő, mindenkivel beszélgettünk, mindenki egy kicsit rosszabbat húzott pár másodpercet, mint a legjobb ideje. De mivel hogy ez zömében mindenkire vonatkozott, így az átlag is hasonló volt. A kalocsai egységből elsőként László Kíra futamára került sor. Ő a korábbi évekhez hasonlóan az idén is dobogós helyen végzett, egy bronzéremmel gazdagodott a bajnokságon. Őt követte Szilágyi Márk, aki a könnyűsúlyú fiúk között állt rajthoz. Ő Márk a futamába 9. lett, ugye itt nagyon sok induló volt, jó erős középmezőnyben végzett. Ő ugye Pécsen tanul, ott edz, kevesebbet van itthon, kevesebbet tud ergozni, de úgy gondolom, hogy számára megfelelő ez az eredmény. A folytatásban Kellner Fanni húzott hatalmasat, ő egy fantasztikus eredménnyel elsőként ért a célba, megszerezve ezzel a bajnoki címet. Ezt követően 3 kalocsai lány mérte össze erejét a többiekkel a 13 éves tanulók 1500 méteres futamában. Kovács Anett, aki első lett, nagyon szép, tényleg 6 perc alatt lehúzta az 1500 métert, ez azzal a 6-7 másodperccel jobb, mint a tavalyi bajnok, amit húzott, ő meg is nyerte a futamát, nagyon szép versenyzéssel. Ugye dobogóra ugyan nem tudtunk felkerülni kapitány Clarissa személyében, de mindösszesen 7-10 másodperce maradt le a harmadik helytől, tehát szegényen is volt egy kicsit kenődve, de úgy gondolom, hogy ez nagyon jó eredmény a számára is, és Németh Hanna volt még az, aki 10. helyen ért célba futamában. Tamás Abigél és Romsics Lili is részt vett a bajnokságon, azonban nekik ezúttal nem sikerült dobogóra állniuk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!